tanuljon és változtasson az életén. Éljen végre nyugodtan, Ariadne, a bölcsek szakiskolája. Látogass el honlapunkra a www.jeansclub.hu weboldalra, és töltsd le aktuális online kuponunkat. Jeans Club. Dress up your life. Cégünk országos hálózattal támogatja az álláskeresőket és munkaadó cégeket. Ha ön is bízik egy hazai tulajdonú tanácsadó cégben, építse velünk karrierjét vagy munkatársai csapatát. Ön daganatos beteg és nem tudja, kitől kapjon választ a kérdéseire? Kinek mondhatja el rákos betegként gondjait? És kihez fordulhat segítségért problémáival a gyógyuláshoz vezető úton? Ha ön már gyógyult, hol mondhatná el más betegeknek is a történetét? Hogy ki és mivel segítette idáig? Mindenre lehetőség nyílik a nem sokára induló Élj újra versenyben a rákkal című műsorunkban. Kedden este 8 órától két hetente megjelenő adásainkban onkológus, valamint dietetikus szakértők segítik a rákbetegeket, továbbá bemutatunk betegszervezeteket, tanácsadó szolgálatunk pedig fogadja hívásaikat. Élj újra! Sportosat. Híradónk vendége Szanyó Károly, az Újpest volt válogatott labdarúgója. Szervusz, üdvözöllek! Nem is olyan régen, 2010-ben történelem fejezted be pályafutásodat, de nem csak mint labdarúgó, hanem mint edző is, ha jól tudom. Igaz, el se kezdődött, de be is fejezted elég gyorsan. Így van. Hát nem volt az olyan gyors, én is üdvözlöm a kedves nézőket. Tulajdonképpen előtte én már Abonyban is edzősködtem. Sőt, 2006-ban Reacnál is pályaedző voltam. Így van, már az Acél Zolynak voltam a pályaedzője, onnan kerültem Abonyba, majd Töltere, és hát megmondom őszintén, amatőr szinten, de azért értem el elég jó eredményeket, megye kettes csapatot a főtáblára vittem a Magyar Kupában, bajnokságot nyertünk, második helyezést értünk el, úgyhogy egy üde színfoltja volt ez így a edzői pályám elejének. És akkor miért kellett abba hagyni? Hát itt tulajdonképpen ez egy magyaros dolognak is mondhatom. Második helyen állt a csapatunk a téli szezonnak a végénél, és azt mondták, hogy az a keret az többre érdemes, és megköszönték az addigi tevékenységet. Ez volt történelem? Ez volt történelem, így van. És a csapat végül hol végzett? A csapat végül második helyen maradt, úgyhogy osztályzót kellett játszani a megye egybe való feljutásért. Én azt mondtam, hogy ha két játékossal meghosszabbítják a padot, akkor itt pontokkal lehetne nyerni azt a bajnokságot. Hát ők másképp gondolták, végül is őket igazoltam, mert feljutottak, velem nem lehet tudni, hogy mit értünk volna el. Egy pont volt a hátrányunk az első helyzet, aztán akkor halásztelek mögött. És emiatt? Hát más magyarázatot nem kaptam, de játszottam is, lehet, hogy már a teljesítményem nem volt olyan, mint amit jó, ők... de te emiatt nem akartál tovább edzősködni? Nem is az, hogy nem akartam. Azon a szinten már valószínű, hogy nem szeretnék tevékenykedni, de mivel megvan az A-licenszem, ezért bízom benne sok kollégámmal, társammal egyetemben, hogy valahol csak kíváncsiak lesznek rám, és próbálják a munkámat, vagy a pályafutásom után nézvén a dolgokat értékelni, és megkérnek, hogy akár egy utánpótlás csapatnál bárhol esetleg valami szerepet. Ez jó, ez új hír végül is, és Szanyó Károly vissza akar térni a magyar labdarúgásba. Hát jelenleg is mondhatom azt, hogy ott vagyok, mert sportlétesítmények fejlesztésével foglalkozom. Igen, igaz, hogy egy kicsit az távol áll. Kicsit a partvonal van, szélén van, nem a pályán, úgymond. Így van, hát mindenképpen szeretnék még ezen az edzői pályán tovább menni. Terveim között szerepel a ProLicensznek is az elvégzése.
és remélem, hogy valaki majd meg fog keresni, és ad egy lehetőséget, hogy bizonyítsak magasabb szinten is. Annyi akadémia nyílik sehová, nem kell. Biztos gondolom, bevállalnád a fiatalabb korosztályt is. Hát bevállalnék én bármilyen korosztály, de megmondom őszintén, hogy nem vagyok az a nagyon törtető ember, aki mindenáron oda akar kerülni. Én úgy gondolom, hogy annó, mikor volt ez a megyei edzősködésem, azért egyszer-kétszer megjelentem az eredményeimmel az újságban. Futballoztam is úgy, ahogy. Biztos mindenki tudja értékelni, hogy most vagy jól, vagy rosszul. Van-e valami a fejemben esetleg így az edzői szakmával kapcsolatban? Én érzek, van inspiráció bennem, tehát érzek magamban annyit, hogy úgy gondolom, hogy tudnék magasabb szinten is edzősködni. Azt mondják, hogy te inkább vezetőnek lennél jó. Nem edzőnek, hanem klubmenedzser, tehát nem tudom, ki mondja, lehet, hogy beszélgetnék vele egy pár szót, engem az nem vonz egyáltalán. Ha vonzott volna, akkor elmentem volna a TF-re, elvégeztem volna ezt a szakot, de engem az edzősködés sokkal jobban érdekel. Tehát akármilyen szinten, akár utánpótlás, akár felnőtt szinten, jobban szeretek emberekkel foglalkozni, és jobban szeretek úgy vezető szerepet betölteni, hogy utána az én munkámat értékelik. Milyen volt a labdarúgásod? Hanyasra, hogyan értékeled? Hát 10. Mit mondhatnék? Szerintem mindenki azt mondja a saját pályafutására. Nincs bennem semmilyen hiányérzet. Vannak kisebb, nagyobb zökkenők, amik esetleg alakulhattak volna másképp is. Itt elsősorban a 96-os atlantai olimpiára gondolok, ami egy óriási élmény számomra. Az is marad mindörökre. De hát mi volt ott olimpián? Hát mi volt? Sajnos háromból három vereség. Erre nagyon nehéz válaszolni. Itt kéne csinálni egy kerekasztal beszélgetést, ide kéne hívni a játékosokat. Így utólag sem tisztult le a kép, hogy egy mondatba meg lehessen fogalmazni? Nagyon nehéz. Tehát ez tényleg egy olyan kérdést tettél föl, amire lehet, hogy többen tudnánk megadni a választ. Én részemről, és a saját nevembe tudok beszélni, én a selejtezők során a legtöbb mérkőzést játszottam darabszámra is, percszámra is, a legtöbb gólt rúgtam, kimentünk az olimpiára, és hát minden magyarázat nélkül a padon találtam magam, lehet, hogy ennek is megvolt az oka, én nem éreztem úgy, hogy bármi olyat tettem volna, amiért ez jogos lett volna, de mindig az aktuális edző dönti el, hogy ki az, akiben bízik. Én már annak örültem, hogy tulajdonképpen részt vehetek egy olimpián, mint labdarúgó, óriási élmény volt. Abszolút nincs is bennem. Ti voltatok egyenlőre az utolsó. Hát igen, az ilyen nagyobb siker az mi voltunk. De még egyszer hangsúlyozom, Dunai Antibával azóta is elég jó a kapcsolatunk. Mondjuk ezt a témát nem feszegetjük, nem. Meg nem is beszéltünk róla, talán majd egyszer eljön az ideje. Hát én is kíváncsi lennék, hogy mi volt akkor az a fordulat, ami miatt mondjuk a belső tengelyünk haza jöhetett Atlantából. Itt Mátyusra és Rutkára gondolok, miért kerültek ki addig alapemberek a kezdőcsapatból. Tehát egy kicsit felforgatták a mi jó kis bevált csapatunkat. Sokan azt mondják, hogy nem kellett volna szélnek ereszteni az olimpiai válogatottat, hanem nekik kellett volna, hogy majdnem egy-egyből felnőtt válogatottat is alkotni Dunaival az élen. Így van, ez, ha jól emlékszem, és nem csalom memóriám, ez így is volt egy jó darabig. Habár akkor volt egy olyan változás, hogy Mészöly Kálmán marad a szövetségkapitány, és volt akkor egy ilyen sportműsor korán reggel, amiben a Kánban lehozta a keretét. Azt hiszem 24 fő volt, abból 20 olimpiai válogatott kerettag volt, 4 olyan játékos volt, aki idősebb volt, és amit te az előbb említettél, azt meg akarták tartani azt a magot, és ahhoz nem? Hozzá. Ez utána elég gyorsan változott, mert most nem akarok itt időben, nem akarok elcsúszni meg órákba, percekbe, de talán reggel ez így volt még, délután már nem Mészöly Kálmán volt a szövetségi kapitány, hanem Csank János, és az ő kerete teljesen másképp nézett.